Az első gondolatunk talán az, hogy valamit veszíteni fogunk. Fahé illatú, nyüzsgő, adventi vásárt, lázas ajándékkutató, áruház járásokat, karácsony hangulatú rendezvényeket. Sefcsik Zoltán szekszári lelkész az Evangélikus Teletemplom című adventi sorozatából láthatunk részletet a legnagyobb videó megosztó csatornán közzétett felvételen. Azt mondja, a járvány kitörése az ő közösségükre is kihatott. Tavasszal volt a több hetes kihagyás, amikor egyáltalán nem lehetett egyrészt a meghozott szabály, másrészt a püspöki tanács javaslata szerint nem tartottunk istentiszteletet, viszont pünkösd utántól egészen a most következő vasárnapig nálunk volt jelenléti istentisztelet, úgy szervezve a templomot, hogy tehát a szabályoknak megfelelő távolságtartással, kézmosási lehetőséggel. Annak érdekében, hogy az énekeskönyvhöz ne érjenek hozzá a hívők, kivetítették az énekeket, de mindenki magában dúdolta a dalokat. A padokra kirakott matricák pedig azt a célt szolgálták, hogy megfelelő védőtávolságban helyezkedjenek el a vallásgyakorlók. Közel felére csökkent a látogatók száma, ezért az Isten tiszteletekről felvételt készítettek és közzétették az interneten. Az új szabályok szerint pedig csak így tudnak szólni a hívőkhöz. A pécsi egyházközség tagjai már egy éve tértek át a digitális térbe. Ők a hívek fotóival díszítették a padokat azért, hogy a lelkészek ne csak a kameráknak beszéljenek. Hogy tanulunk olyan dolgokat, amelyeket ideig nem tudtunk. Hogy olyan lehetőségeket kell kihasználnunk, ami nem volt. És nagyon sokszor így a beszélgetésünk során előkerült, hogy azért a teológia, vagy az egyház, vagy egyáltalán az ember, az nagyon sokszor került ilyen helyzetbe. Tehát így valahogy túl kellett élni. Az online Isten tiszteleteken kívül a lelkészek egy internetes sorozatot is elindítottak Uzsonna Teológia címmel. Ebben sokakat foglalkoztató hétköznapi témákról beszélgetnek egy kicsit másképp. Ahogy a teológiáról beszélgettünk, akkor rájöttünk, hogy folyamatosan rájövünk arra, hogy ez nem egy halott, egy ilyen ős tudomány, hanem ez a mindennapi életünket érintő. Tehát mi magunkról beszélünk, meg az emberekről beszélünk, meg az emberek lét kérdéseiről beszélünk. Uzsonna teológiának ez volt az alapkoncepciója. Eddig 10 beszélgetés került fel a pécsi egyházközség videó megosztó csatornájára. A legutóbbi a 11. a vallás és a sport kapcsolatáról szól.